Jászai Menyhért alpolgármester adta át a Szent István utca 70 szám alatti épület, a volt központi ügyelet kulcsát Szűcs Attila kórházigazgatónak. A haszonkölcsön szerződés értelmében a volt orvosi ügyelet épületébe költözik be például az egészségfejlesztési iroda. Két dolog találkozott ezzel az ingatlan átadással. Az alapellátás részbeni átszervezése, tehát a központi ügyeletnek a helyiségei részben kiürültek, tehát át lett irányítva a betegellátás, és bizonyos ellátásokat, például a fogorvosi ügyeletet pedig átvittük a Szent István utcára, a Kisesztékába, és így gyakorlatilag ezen az egészségügyi szempontból, a kórház szempontjából rendkívül frekventált helyen a főbejárat mellett, ez a közel 400 méteres központi orvosi ügyelet ingatana szabaddá vált, és ezzel párhuzamosan jött a kórház megkeresése, hogy ők meg idézőjelbe téve kinőtték a kórház kubatúráját, az infrastruktúráját, és bizonyos szerzési feladatokat oda helyeznének ki, egészségfejlesztési iroda, betegút szervezése. Tehát nagyon fontos a betegek érdekeit szolgáló célzó olyan háttérszervező munka, ami most a kórház területén elszórtan van elhelyezve, de erről főigazgató úr majd fog tudni részletesebben tájékoztatni, és így az ingyenes átadással haszonkölcsönbe a kórház közcélokra a betegek érdekében fogja használni ezt az ingatlant. Program lesz az egészség. A sajtótájékoztatón ismertették a nyíregyházi járás területére vonatkozó járási egészségtervet is, amely egy komplex elképzelés generációkon átívelően területi statisztikák mentén kidolgozva. A terv jelenleg még előkészítési fázisban van, az orvoscsapat megalakult és jelenleg is folyik az adatok gyűjtése a házi orvosok bevonásával. Hiszen az a cél, hogy a mindennapi életünk része legyen az egészség, és azért is örülök ennek a programnak, hogy Nyíregyháza város önkormányzata előállt ezzel a gondolattal, mert nagyon sok csatlakozási pont van a vármegye egész ellátórendszerhez, és gyakran beszélünk arról, hogy egy kórházi struktúrának, egy járóbeteg struktúrának is az a jó, ha meg tudjuk előzni a betegségek kialakulását, illetve hogy minél több olyan felmerül egészségügyi problémát, amit lehet helyszínen, háziorvosi szinten tudjunk megoldani. És azért szeretném én azt, hogy ennek a programnak, amelynek bázis elemei természetesen az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás, az aktív mozgás, mind-mind, amiről nagyon sokat beszéltünk már az utóbbi években, évtizedekben is, ezt a programot ki tudnánk egészíteni konkrét olyan megcélzott elemekkel, amelyeket most az adatbázis fázisában begyűjtünk, és lesznek konkrét adataink. Milyen a járás lakosságának a részvétel aránya a szűrőprogramokon? És meg tudjuk határozni azokat a célokat, hogy mi legyen az előrendő cél. Egy szűrőprogramban általában egy olyan 70%-os részvételarány az, amikor már effektív, azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon hasznos program az egészség megelőzés tekintetében. És ilyen konkrét célokat szeretnénk még meghatározni a programban, vagy mondok egy másik példát, hogy alacsony a részvétel arány adott esetben a mammográfiás emlékszűrő programokat. Meg kell nézzük, hogy miért van ez. Nyilván a felvilágosítás fontos, lehet, hogy a programon kell változtatni. Nem elérhető eléggé, vagy sokat kell várni rá, akkor az a cél, hogy akár beszerezzünk egy készüléket, és kibővítsük ezt a szűrőprogramot, könnyebben elérhetővé tegyük a lakosság számára. A járási egészségügyi terven dolgozók egy része hamarosan már a régi orvosi ügyelet épületében végezheti a munkáját a haszonkölcsönszerződésnek köszönhetően. A népegészségügyi program arra törekszik, hogy a járás lakóinak minél több egészséges életéve legyen.